Magyarország kormánya nem vesz részt a holnapi európai parlamenti vitán, ez ugyanis csak színjáték, ezt mondta korábban Szijjártó Péter külügyminiszter. Vendégünk viszont Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt. Szijjártó Péter szerint színjáték, az ellenzék szerint megfutamodás, hogy nem lesz ott a magyar kormány ezen az EP vitán. Hát a megfutamodás az a magyar kormánynak nem sajátja. Ha visszagondolunk a korábbi időszak meghallgatásaira, azért a magyar miniszterelnök mindig ott volt, és a lehetőségek szerint, ez azért mondom, a lehetőség szerint, mert múltkori vitánál 5 percet kapott a Sargentini jelentésnél, kifejtette a magyar álláspontot, és hát ha megnézzük ennek a hatásfokát a majdani döntésre, az nullával azonos. Itt most azonban egy választási kampányidőszakban tűz 3 kérdést újra napirendre a parlament, az egyik a tüntetések, a másik ez a munkatörvénykönyv módosítás, és a közigazgatási bíróságok, vagyis olyan szakmai kérdések, az utóbbi kettő, amelyik egyáltalán nem szokások, sőt példanélküli, hogy plenáris ülésen a parlament ilyennel foglalkozzon, megvan ennek az eljárás rendje a parlamenten kívül, tehát az Európai Unióban, ami pedig a tüntetések, ja még a kettő, tehát számos európai országban van mind a kettő, tehát a munkatörvénykönyv általi módosítás, sőt, és, igen, ugye, hogyha és jól a közigazgatási eljárás. Átlag a munkaidőkeretre az 405 óra. 410 fölött van, de a lényeg az, hogy tehát több európai ország, számos európai országban van mind a kettőre példa, épp ezért tehát nem nagyon lehet érteni, hogy miért tűzné ezt egyáltalán az Unió napirendre, ami pedig a tüntetést illeti, tehát ha velünk egy időben mondjuk a Franciaországot is megfaggatnák, hogy miért van ott tüntetés, vagy Görögországot, vagy Németországot, vagy bárhol máshol, ahol van, vagy akár Belgiumot, ahol szinte naponta vannak tüntetések. Egy szóval tehát szakmai oka, előkészítettsége nincs, és nem is lehet a parlament plenáris ülésén. Másrészt viszont a választási időszakban, amelynek ugye nyilvánvalóan a fő kérdése a bevándorló ország, vagy pedig a bevándorlást ellenző, illegális bevándorlást ellenző országok között húzódó szakadék mutatja. Ez nagyon úgy látsz ki, hogy erről van szó, és ezért egy a választási kampányban napirendre tűzött, oda nem tartozó kérdések meg politikai megvitatásában nem kívánunk közreműködni egy kampány. Az is elhangzott az önök részéről, hogy többek között azért nem kívánnak részt venni, hiszen úgyis májusban gyakorlatilag lecserélődnek majd jó néhány parlamenti képviselő, Európa parlamenti képviselő. Hát új parlament lesz, igen. Így van, így nem releváns, nem minden képviselőnek a felszólalása, mondata. A helyzet úgy áll, hogy a jelenlegi parlament az utóbbi hónapokban elég nagy tempóba próbál olyan döntéseket meghozni, amelyek a bevándorlással összefüggésben jelentkeznek. Számos példát mondhatunk erre az új határőrzeti ügynökségtől kezdve az egységes bevándorlási ügynökségen át a vízumfelvételt, az úgynevezett migráns vízumfelvételt, stb. Tehát számos kérdés szerepel napirenden, amelynek az a célja és az eredője, hogy egy a választásokig a jelenlegi többséget kihasználva egy irreverzibilis helyzetet hozzanak létre, de ugyanígy mondjuk a 21 utáni Európai Uniós költségvetés bizonyos összefüggéseiről is szavazott a parlament, amelyik hát enyhén szólva is furcsa, hiszen egy következő ciklus fő témáiról akar állást foglalni a jelenlegi, tehát tulajdonképpen egy 4 évvel későbbi döntést szeretne most előrehozni, és ebbe hozták elő például a jogállami keretekhez kötését az európai támogatásoknak, vagy például a civil szervezeteknek a eddigiektől eltérő igen jelentősen megnövelt támogatását. Egy szóval minden ok, minden körülmény, és akkor még nem beszéltünk a Soros Györgynek a gyakori Európai Uniós látogatásairól, azt jelzi, hogy az Európai Unió egy programot hajt végre, és ez a program, ez a bevándorlás új európai rendszerének a kialakítását célozza, illetőleg azoknak az országoknak a politikai nyomás alatt tartását, mint például Magyarország, akik a terrorizmus, a bevándorlással összefüggő negatív jelenségek okán
hangsúlyozottan szembefordult azzal a politikával, amelyik a nemzetállamok számára és a polgárok számára nagyon komoly biztonsági kockázatot. A magyar kormányt jelent. Próbálják így nyomás alá helyezni? Mert is. Arra gondolok, hogy ugye a holland zöldpártiak, amikor kezdeményezték ezt a parlamenti vitanapot, nehezen tudom elképzelni, hogy a magyar választópolgárok az alapján teszik le a voksukat, hogy az Európai Parlamentben milyen vita folyik Magyarországról. Talán itt ebben az esetben, amikor ilyen kérdéseket napirendre tűz a parlament plenáris ülése, nem pedig valamelyik bizottság, azt lehet gondolni okkal, hogy ez a színjáték ez nem a magyar választópolgároknak szól, sokkal inkább szól a nyugat-európai választópolgároknak, próbálja azt a szokásos félelmet felkelteni az emberekben, hogy itten valami fajta szélsőséges, az európai értékekkel szemben álló rendszerről lenne szó Magyarországon, vagyis ne kövessétek a magyar példát, szavazzatok továbbra is a szociáldemokrata liberális csoportokra. Ilyen a politikai kampány Európában, ez annak a része, a magyar állampolgárok is, de egyébként az európai polgárok is ezt a kampány stratégiákat jól ismerik, és nagyon reménykedünk abban, hogy az elmúlt évek történései egy új összetételű parlament létrehozását eredményezik majd a voksolásra. Hát lényegében ön is azon az állásponton van, hogy akkor innen most nem hiányzik Magyarország erről a ülésről. A magyar kormány bohózatokba, politikai kampányeseményeken pofozógépnek nem kíván megjelenni ilyen helyeken. Minden más esetben kiállunk Magyarországért, kiáll a magyar kormány a magyar érdekekért. Ez esetben úgy látjuk helyesnek, hogy ne statisztáljunk egy ilyen politikai rendezvényhez. Kíváncsi lennék a véleményére egy olasz üggyel kapcsolatban, mert hogy most úgy tűnik, hogy bíróság elé állíthatják Salvinit, amiatt, hogy megtiltotta, hogy az olasz parti őrség 177 menekültet szállító hajója kiskössön a szicíliai Katániában. Egészen döbbenetes, azt mondja a szicíliai ügyészség, hogy a politikus elrabolta és fogva tartotta a menekülteket. Most ugye ott van ez a szivacs holland felségjelzésű német hajó, amelyet ugye hagyott most kikötni ugye Szicíliánál, de nem engedi, hogy a nézze, ugye a Salvini erre mondott egy nagyon találó mondást, amit most én nem nagyon szeretnék megismételni, mert nem túl hízelgő azoknak, akik másképp gondolják ezt a migráns helyzetet, és különösen nem hízelgő a brüsszeli bürokráciára nézve. Ezzel együtt az ilyen történések egy politikus szempontjából bármikor bekövetkezhetnek. Ha azonban megnézzük, hogy az olasz választópolgároknak a szavazási preferenciái hogyan alakultak az elmúlt hónapok határozott kormánypolitikájának a illegális migráció megállításával összefüggő kérdésekre tekintettel, akkor azt látjuk, hogy soha nem látott támogatottsága van a kormánypártoknak. Épp ezért valószínűleg nem alszik nyugtalanul Salvini belügyminiszter úr. Hát másban azt hiszem, úgyis erre is fény derül majd. Így szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm.